Zentán már évek óta problémák vannak a távfűtéssel kapcsolatban. A jelenlegi távfűtési rendszert már évtizedek óta a Tetócukorgyár RT működteti. A meglévő rendszert szeretné a városvezetés egy gazdaságosabb megoldásra cserélni. Két alternatívával gondolkozunk, az egyik a geotermális, a másik pedig a biomassa. Egyenlőre a biomasszára kaptunk írásba komoly ajánlatot egy belga cégtől és ezek alapján voltunk ott látogatóba. Ez az ajánlat van most ellenőrzés alatt, és ha megfelelően tartjuk, akkor folytatjuk tovább velük a tárgyalásokat. Varga Viktor a gazdasági ügyekkel megbízott községi tanácstag elmondása szerint nem csak a távfűtést igénybe vevő polgárok, hanem a mezőgazdasági termelők számára is könnyítést jelenthet az új fűtési rendszer bevezetése. Az első ilyen beszélgetések alapján a polgároknak a fűtés mindenféleképpen legalább 20%-kal olcsóbb volna. Még, még az, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ez a mezőgazdasági termelőket is nagyon segíteni, mert ez a cég a mezőgazdasági termelőktől felvásárolná az idézőjelben mezőgazdasági hulladékot, tehát a szója szalmát, a, a kukorica a, a, a klasszikus szalmát. A beruházás összértéke mintegy 15 millió euró, amelyet a beruházó vállalat fedez. Ha a tárgyalások a megfelelő ütemben zajlanak, akár már 2014-ben bevezethetik az új fűtési rendszert.